Egy 1840-es évekbeli dunai hajó kikötőt varázsoltak a filmesek a Mólóból. Két forgatási napra költözött a stáb Keszthelyre. Helyi statisztákat toboroztak. Jó, figyeljetek! Háttérindulhat! Koltai Lajos rendező nagy örömmel vállalta el a feladatot. Az Oscar-díjra is jelölt művész szerint a filmvászton is nyoma kell, hogy legyen Semmelweis Ignácnak. Azt ismerte fel maga mindig, hogy rengeteg embernek elvette az életét gyakorlatilag. Ezáltal viszont egy rengetegnek adta oda, meg vissza, meg a gyerekének, azáltal, hogy felfedezte a lényeget. Úgyhogy ilyen emberről filmet kell csinálni, tartozunk, majdnem, hogy tartozunk is ezzel, és én nagyon boldog vagyok, hogy én lettem ennek a kiválasztottja, hogy én csináljam meg ezt a filmet, most már nagyon nagy részét megcsináltuk a filmnek. A film 1847-ben játszódik, azt az egy évet dolgozzák fel az alkotók, amikor Semmelweis teljesen véletlenül felfedezte, hogy a klórmész oldatos kézmosással megóvhatja az anyákat a gyermekágyi láztól. Vecsei H. Miklósban és Nagy Katicában olyan sugárzó személyeket talált Koltai Lajos a főszerepekre, akik méltó módon közvetíthetik ezt a történetet. A Semmelweis szerepben az igazán szép és az igazán tragikus, hogy ő, tehát neki hála több millió, és aztán közvetetten tulajdonképpen több milliárd ember köszönheti az életét, tulajdonképpen te is, meg én is. És tehát úgymond ez egy happy end, de egyetlen egy embernek nem happy end, és ez pont ő. És ez egy nagyon feszítő, ugyanakkor meg szép helyzet. A film egyik operatőre a Keszthelyi Tóth Levente. Főiskolai tanárával, Nagy Andrással számos filmben dolgozott együtt, így került be ebbe a produkcióba is. Nagy megtiszteltetés számára, hogy Koltai Lajossal együtt dolgozhat. Keszthely, ugye mondanom se kell, nagyon közel áll a szívemhez, tehát nekem ez nagyon nagy élmény. Ráadásul elég ritkán van lehetőségem visszajönni, tehát emiatt is egy külön nagy élmény, hogy itt lehetek. A Semmelweis című film forgatása a nyáron kezdődött, és várhatóan októberig tart. 2023-ban kerül a magyar mozikba a produkció.